Elérte a gazdasági és energiaválság az állatmentő egyesületeket is. Az állatok orvosi költségei és élelmezése 10 és 40 százalékkal növekedett az ősz folyamán. Az állatmentéshez használt gépkocsikat pedig piaci áron tankolják. A megemelkedett kiadások miatt karácsonyi adománygyűjtést is szerveznek az egyesületek részére. Az állatok alapvető szükségleteinek költségei jelentős mértékben megnőttek. A kutyatápok, konzervek ára 40-50 kal drágult az elmúlt időszakban. A mentéshez használt gépjárművek üzemanyagára sem kedvez a tevékenység ellátásához. Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a nagykanizsai életér állatmenhely és az együtt egy életért ártatlan állatokért egyesület is pénzbeli támogatást nyert a kormány által meghirdetett pályázaton. A támogatás jó időben érkezik, ugyanakkor a vezetők el elmondása szerint további adományokra és segítségre lesz szükségük a szervezetek fenntartása érdekében. Körülbelül egy 30-40 százalékos költségemelkedéssel számoltunk. Ez be is következett, ez érintette legfőképpen a működési költségeinket, tehát a a villany legfőképpen, idézőresen szerencsére gáz Gázunk nincs, tehát ez ez nem érint minket, de az üzemanyagárat mi is piaci áron vagyunk kénytelenek venni, ez gyakorlatilag duplázódott, úgyhogy ez hatalmas terheket róla a munkánkra. Az Együtt egy életért, ártatlan állatokért egyesület vezetője azt tapasztalja, hogy a válság miatt kevesebb kutyát fogadnak örökbe, hiszen a háztartások is küzdenek az inflációval. A szervezet az ideiglenesen örökbefogadó gazdáit egyénileg érinti az energiaválság. Azonban az állatok kötelező oltásának, csippeltetésének és fuvarozásának díja is nőtt az elmúlt időszakhoz képest, csak úgy, mint az élelmezés. Most, ami Egyesületen belül kimutatható, a Szápára például, amit így átlagban tudtunk venni 800 forintos kilósáron, azt már 1400 forint alatt nem tudjuk megvenni. Illetve az állatorvosi költség is mind megnövekedett. Egy konkrét példa az, hogy meg a csipoltás eddig mondjuk került nekünk 5000 forintba, most már 6000 forint, és nyilvánvalóan minden egyéb szolgáltatás is, de ezt így levetítve nagyon nehéz, hisz mindennek mására van illetve nyilvánvalóan az üzemanyagköltség is megnövekedett. Az állatmentő szervezetek karácsonyi adománygyűjtési akcióiról későbbiekben híradónkban beszámolunk.